Az alapélelmiszerek ára tavaly a világpiacon 30%-kal drágult, Szerbiában a sertés és a marhahús ára rekordokat dönt. Ennek legfőbb oka, hogy a szárazság miatt tavaly világszerte kevesebb gabona termet, így a takarmány ára a termény tőzsdén folyamatosan emelkedik. Az állattenyésztők szerint a vágójószág felvásárlási ára nem növekszik olyan ütemben, mint a takarmányé, így sokan felhagynak a hízlalással. Húshiány még nincs, de a sertés és a marhahús egyre drágább. Azt, hogy a sertéshús ára folyamatosan emelkedik, Kovácsics Tina, szabadkai hentes is megerősítette. A comb 600 dinár, a karaj meg a nyak 550 dinár, az oldalas 450 dinár. Mennyit kapja a vágójószágot, amit feldolgoz? 280 dinár egy kilóját. És várható-e a jövőben további drágulás? Igen, úgy hallottam, hogy lesz. A marhahús már igazi luxus cikk, a vásárlók többsége csak velős csontot és belsőségeket vesz Angyal István hentesnél, aki az egyik csantavéri vágóhíd üzletében árul friss üszőhúst. Nálunk a múlt héten drágult, a comb az 950 dinár, az oldalas és a szégy az 710 dinár, a marhacsont, a üszőcsont az 250 dinár, hát van marha farok 510 dináré, marha nyelv 380 dináré, ugyanúgy a marha szív 220 dinár, cseva, pieszkavicánk van, tiszta üszőhúsból vannak, ezek 580 dinárba kerülnek. És van még olyan, hogy üszővese, az pedig 120 dinár kilója. A bárányhús kilója 920 dinárra emelkedett, míg a birkahús nagyjából 430 dinárba kerül. Ágyas Sándor és családja is egyre kevesebb húst fogyaszt. Marhahúst nagyon keveset, sertéshús az fogy legjobban, a pulykahús az egészséges lenne, de annak is megemelték az árát, tehát úgy, hogy mondjuk egy Gordon Blue-t, ha akar csinálni az ember, akkor ott több mint 750 dinárba kerül, úgyhogy az nem éri meg, tehát akkor marad az egyszerű bécsi, vagy pedig csak a szalonna, tehát a toka szalonna pecsenyének megsütve, ami olcsó. Az állattenyésztők arra figyelmeztetnek, hogy a vágójószág ára nem követi a takarmány árának növekedését, sem pedig a hús drágulását a kiskereskedelemben. Mirko Gyukics, a Sertéstenyésztők Egyesületének elnöke, 18 éve foglalkozik hízlalással, állományát mostanra csökkentette. Ja sem sa nekih 100 krmača sa smanjio na 80, pošto većinu žitarica, to je da kažemo 90% žitarica kupujem, a inputi ti ne prate cenu tovljenika. A cena tovljenika nam je bukvalno na nedeljnom nivou se menja i varira stalno. Az állattenyésztők szerint általában van 7-8 jó nap, és akinek éppen van eladó hízója és sikerül eladnia, jól jár. Ha nincs vagy nem adta el, akkor 10-15 napig visszaesik a felvásárlási ár, tehát a termelés jelenleg nagyon bizonytalan. A jószágtartók szerint a hús árán a kereskedők profitálnak leginkább.